Attól tartok, amikor éppen Szégel ilyen pünkösdi vasárnap volt, kideítettem valójában, milyen készület azok a szemmel. Mert tutija úgy hívtak volna, hogy Molly McGee, az egyetlen vadon. Ezt szeretem hallani. Egyáltalán be van kapcsolva ez a mikrofon? Igen, persze. Na végre. Hölgyeim és uraim, kicsik és nagyvadok, köszöntsétek a leghihetetlen cirkuszi mutatványokat. Ím az első vendégünk Sofia és vele együtt a drága, öreg hűséges társa Kumba, a jávorszalmas. Éppen de én, csak hogy lehet, hogy ő lenne az? Na jó, megnézem magunk. Itten viszont láthatják valójában, hogy miben szentigált, vagyis hogy lassz hímet adtál, most jöjjön a bukfencezés. Kékumba, gyerzélek. Most bukfenc. Itten láthattam kedves nézőink, hogy Sofia itt előadta. Az én drágunkban. Ezt mennék, hogy addig neked egy kis szukorkát. Én, vagyis egy nem szukorkát. Megéheztem, tadi piengesz, én meg eszek valami a hamburgert. Szívesen mondok én, ez kis lányok, de igaz, azt állettél, de hogy? Ezt a drága mestertől tanultam. Például tőled. Jaj, édes kis lányok. Az én lányom ezt áll, eszellően alig válja, hogy szépen szintet lépjen az egyetlen holdfogon. Hittem én a szememnek, hogy valójában Sofia tényleg tud ilyesmit. De rájöttem, hogy a doktor romboló éppen valami beszántikál. Bizugustált, s aztán jelt az elspista. Kitűnő! Sofia! Ó, oh, Rob! Hála Istennek, hogy itt vagy, elhoztad a reggelimet? Bizony, a reggeli tálalva. Tesszék! Hú, kösz! És most jön még csak a java. Imádom ezt. Na jó, folytassuk. Most pedig következzék a műugrás. Látsz, Sofia, hogy birkózzék meg a mélységgel? Ó, te jó így. Megy körülöttem a... Tolsz ki! Ó, a gyomrom. Te jó így, mi a baj? Azt hiszem elrontottam. Jó ég, akkor kiveszi át a ég. Azt hiszem nekem fogni. Jaj. Pont ahogy addól tartottam. Rob éppen szégyen rosszban szentik. Most már látom, mi itt a dörgés. Mi történt itt? És mi baj van a lányomnak? Attól tartok, hogy valamit, mert valaki biztosan megmérgezte. Az én lányomat, ez szörnyű, ez nem lehetséges. Sajnálom, Fata, de attól tartok, el kell mulasztani a műsort. Jaj, szegénykém. Hát... Tisztelt hölgyek, urak, le kell fújnunk ezt a műsort, meg epe, mert attól tartok, Sofia nagyon rosszul lett. Kiváló, eszerűen fenomenális. Nem sokára átveszem. Mi volt a dolgy patája? Bocsi, de mert ki maszt? Vaj, mit velesz ez? Jaj, segítség! Jobb lesz, ha gyorsabb vagyom, mert itten szürgős vészhelyzetről van szó.
Úgyhogy jobb, ha szólok a barátaimnak. Nézzük csak, hogy is kezdte ez a mester. Ja, igen. Nézd, milyen a szemem. Most egy nagy macska vagy, úgyhogy nyávok csőben a lett. Macska vagyok. Most pedig mély hangon. Itt volt egy vészhelyzetlen van szó. Jó ég. Jó van, Szofia? És most azt parancsolom neked, hogy légy macska. Miau. Pint. Which is one pint. Miau. Tettél, igen. Odin, mit műveltél vele? Most ő egy macska lett. Csak látok ezt, hogy mit történt ezzel? Nagy ég, Odin, mit csináltál? Meghipnotizált a Szofiát azzal a macska szitujával. Én most magatokra hagylak, ha bármi kell, csak szóljatok. Sajnálom, Molly, nem tudtam, hogy egyáltalán nagyon beteg. Nem is beteg, csak attól tartok, hogy ő egy macska. És te tudod valahogy kigyógyítani. Na már nem megpróbálom. Lesz csak. Ébre, Szofia. Abraka, dabra. Okus-pokus. Hula-hopp. Samana. Heuréka. Jó ég. Hát, ez ennyi sikerült. Hogy is meg, mert akkor neked is fájni fog. Oké. Nagy ég. Pont ahogy ettől tartottam. Hol tesz meg már megint az a disznó? Ott van fent. Na ne. Ha nem szedjük le minél előbb, és ha nem változtatjuk vissza, akkor a főnökünk teljesen meg fog nyugasztani. Miért most a főnököd? Tudod, hogy értem. Ja, igen. Na, itt jön a segítség. Önhivatott te tűzoltód? Ne játassz a szájjal, szedj onnéd azt a macskát! Te hiszed nem macska, csak egy ember? Gyere, ne visszajön, nincs időnk alna most! Oké, tudom, mit tehetek. Gyere szépen, jó kis szíszem. Jaj, segítség! Szedjék le rólam! Jaj, én már isze vagyok! Na, szeszélkozz az enni. Most mit mondjuk neki? Attól tartok, van egy jobb ötletem. Na, ez lesz az. Na most el kell mondani mindent. Gyerünk! Kínáljak. A műszónak annyi, ha nem kell elő, Szofia. Hé, hol voltatok ilyenkor sokáig? És... Na mindegy. Szóval segíthetek? Azért töltünk ilyen ingerültem, mert hatalmas bajba kerültünk. Na, ne visszeljenek. Mondjad meg, hogy hol van Szofia? Ott van fent a fán. A fán van. Nyam-nyam. Mit műveltetek vele? Tartatok, én tehetek róla. Én hipnotizáltam szegénykét. Nem lehetne valahogy úgy csinálgatni, hogy holnap kezdi el a cirkuszt. Azt rögtön hozzátok helyekülben, mehettek nyugodtan az oroszlánok ketreszébe. Nem tudunk. Épp eszége nem tudjuk kigyógyítani a maga lányát. Akkor gyógyítják meg be azonnal. Igenis. A szép kis kütyűnek épp eszége rászette a pelkét. Mi folyik itt? Teszetted rá a pelkét, de miért? Már megmondtam. Hé, na elég. Jaj, segítség, már megint kezdi. Most pedig elintézem Molly meg Git. Tenni kell szedleg valamit. Nem nézhetjük tétlenül, hogy éppen szégyen Szofia éppen macskának képzeli magát.
kitaláltál valamit azt, hogy mit kell tenni? Én viszont tudom, lehet, hogy ide kell hívni az állatorvost. Csak nem Palira gondolsz, de igen arra, ő majd a segítőkész. Ez már meg, ő SCP Joyce, legfőképpen ő olyan balektak képzeli magát. Lehet, de ő minden idők legnagyobb hipnotizőre, vagyis hogy az állatja. Nagyszerű, végre kifogtam magamnak ezt a pilószát. Isten belétek! Lefogott! Hé, ilyen állal meg! Belőtt a robotkatni. Hiányzottam neked, cukorfalat! Rob, mit műveltél? És mit csináltál Apple-kével? Hát mi például tönkre akartam tenni a székot, csak azért, hogy nekem dolgozzol. Hát nem buris, hál' annak a távjáítónak, én vagyok az egyetlen, aki el fogja pusztítani. És mi mit mondok? El fogok pusztítani mindenkit, akit szeretsz. Azzal, hogy elküldek a külvilágra, úgyhogy goodbye-t. Viszlát. Mi ez? Molly? Molly? Na, doktor Romboló, mivel lehetek szolgálatára? Nem is tudom, semmi. Csak gondoltam, szegény Molly épesége megkapta a betegségét, és lehet, hogy nem jön vissza. De én szívesen segítek. Majd én szépen idehívom az állatorvos neked. Hű, ez nagyszerű. Befogadta a vendéget, ez óriási. Hálászal örülök, hogy ide látogattatok. Hol is van az a beteg? Ott van mi. Ismered azt a maszkot? Bizony. Ő volt az, aki pont az abban a gólyában persze a mennyétet hibáztatta. Aha, tökéletben érteni. El kéne egy kis műtét. Pincél, csukja le a villanyt. Nézzük csak. Hát, nekem úgy tűnik, hogy neki kutya baja. Hadd nézem meg a fonalját. Igen. Szép a fonalja. 500 forint az a legszíves. 500 forint? Te is megszegyógyította. Hogy már azért azt értem. Aha, igen, tudom, mi itt a legjobb probléma. Éppen Szigel... Bocsánat. A macska itt is beszenved. Lehetőleg, hogy ő maga az egyetlen macska fajzata. De nem macska, hanem ember. Na hallja, engem átnember, el a kislányt, én sem ismer. Lehetne ember is, de úgy látszik, hogy nem igazából mondom. Ő azt hiszi, hogy ember, mivel meg van hipnotizálva. Biztos maga ember? Mert úgy látom, hogy egy csukinak tűnik. Én hipnotizáltam, úgyhogy biztos vagyok benne. Aha, értem. Egészen aranyos, mint egy dolomboló kicsisa. Gáljon, ott gyógyítsa meg! Nekem nincs időm arra most. Rendítsek. Most el fogom jászagatni azt, hogy én egy kutya vagyok. Nézzék. Vájon, hova viszi azt a macskát? Én mondtam én, hogy egy gyerekjáték. Most mit csináljak? A székusz nélkül tehetetlen vagyok. Sofia, ez macska lett! Én pedig egy csőd tömeg vagyok. Miért is vállaltam ezt a munkát? De ne aggódj! Hogy is fognak ezt mondani? Ja igen! Nézd a jó oldalát! Vagy tudod el a Hotel Hattyúk dalát! Nos öreg, hol a pénz? Miféle pénz? Ne okozkodj fiú!
Láttak téged az, hogy mi történt a délelőtt. A szirkuszból teljesen kiröhögték az egész népet azzal, hogy te mégezted meg a lányodat azzal, hogy te adtál neki egy erős pisztából. De itt a szörnyű félreért is. Valóban nem fogja fel, akkor jöjjön utána. Ideje, hogy átvizsgáld ezt a helyzetet. Na és mi ez? Csak tedd, amit te szoktál. Jetszüzegek, úgy látszik, hogy az öreg hazudik. Akkor nem teltek mást. Csöreg, azt hiszem, hogy le kell, hogy tartasztassad. Tehát mit követtem elő? Hé, el leszem, nem hallja? Na megálljon! Szofiba, ne látszol maga baját! Úgy látom, hogy itt kell lakcizzaknak. Hát azt hiszem, megnézem a motorversenyt. Ahó! Van itt valaki? Itt regettem az erdőben. Adjanak egy jelet! Hallok valamit ottan. Na végre, hogy... Ugye ez csak egy víz. Hajrá! Ez aztán remek rodeó. Krista, hát te mi csinálsz itt? Csak megnézem a motorszerzet. Te, hol van Norin? Norin? Egy pillanat. Nem jött fel tulajdonképpen? Nem igazán. Mi történt fel? Hát persze. Tudom, ki csinálta ezt a balhét. A nevezetet Dr. Romboró. Hisz nálam van Sofia is. Gyere azonnal, meg kell menteni. Nem szívesen tennék ilyet, de attól tartok, hogy az a macska teljesen kikészült. Hát persze, köszönj meg inkább ennek. Jóig. Csak mégis mi ütött beléd? Ez bazette a jó öreg Sofiádat, ezt szoktam ilyenkor tenni. És épp az ége, ezzel a távjáitól van, mindenkit megszemlítek. Aki pontosabban szeretsz. Várj csak, akkor ez mind a te ötleted volt? Bizony, és ezzel a távirányítóval köszönhetően úgy foglak eltüntetni, mint a Sith. Na megállj csak, nem ugszom meg. Gyorsan, itt lesz valahol Odin. Elmegyik persze. Odin? Hát Aces Virus? Nem igazán. Dr. Romboró üldöz, úgyhogy menekülj! Jószágos egek, fáj meg! Mindenkit megsemmisítek. Aj, a fejem. Mi ez? Miért viselkedt amúgy, mint te macska is? Miért kergetett? És... Jó ég. Hát persze. Valaki meghipnotizált. Az én bátyám. Na majd, lesz itt tenkapsz. Jó ég, csapdába estünk. Hát akkor jó, hogy a barátnőm voltál. Hát, amit tartottam... Hé, ki volt az? Veszed le a koszosz mancsodat, te vén szipjétyó. Sofia, nem gondolta, hogy itt látlak? Bizonyáta fogva, igen. És úgy foglak kupán vágni, amit velem műveltél. Ezt a miattak lehet a szirkusz, ezt pedig így. És ezt. Jaj, amit megaláztál. Mi történik itt? Fájunk csak a nap. Lehet, hogy a nap végig csak változtatott rajta. Akkor ezek szerint megmenekültük. Végre. Jó van, de azért nem kell szorítanod. Akkor szaladjunk is. Te jó ég. Most meg hol rohoz? Kérem, hogy legalább adjon még egy nyarat. Sajnálom, de attól tartok, hogy le kell tartoztatnom. Úgyhogy nagyon sajnálom, de be kell zárnom a szirkuszt. Egy pillanat. Hát veszem észre, hogy éppen itt vannak a csibészek. Itt le a baj okozója. Rob okozta azt a vesztét. Megmagyarázom, itt egy határis félreét is. Hát, ez esetben nem zárhatom le a cirkuszt.
hanem egy esti szirkusszal fogom kezdeni. Mától kezdve a szirkusz ezentúl is nyitva lesz. Magának köszönhetjük, Krisztina. Szóviszon úsz, hogy Kriszta, ilyen lesz. Hálás vagyok neked, hogy megmentett az életemet, de hogy lehet az, hogy romboló tette? Úgyhogy Rob véletlen magát használta ki. Elmeséljem magának. Hát így tetted az ezért, hogy szípősz azt adott oda neki. Vagy hogy doktor romboló, tudod, hogy éltem. Éltem. De szóval én nekem egy duplő hálám jeljül. Nos, indulás előtt mit akar tulajdonképpen csinálni? Tudja mit? Ha nincs itt szavaz, akkor én tudnék valamit ajánlani. És most következzék Sofia és a hős vendége pedig Odin Sparks. Nem mondom a varázslat a határtalan, az. Nos, mivel hogy a szalvasz éppen szőjjel elépett, ezért tehát dupla összeeztem. Fogadjátok a tisztel szeretettel Odin Sparksot, a vén lökött oroszlánt. Jó ég, miért nem inkább Hufnagel Pistivel próbálkoztak azzal a szirkuszi menóval? Na, Jézus, aztán neked a botot és azt! Nem hozol, jó. Ez lenne a története. Ez jó kis szórakozás, mint hinni. Hajrá, icipici lányom. Az én lányom, ez kassza szukál. Odi bezzege, vén bohózó.